A tested innen született. És addig, amíg meg nem ismerted Istennek a valóságát, ezt az igazságot, addig azt hitted, hogy te minden innen származol, és az határoz meg téged, amiket tettél, amik történnek veled. Egészen addig, amíg valakinek a megértése nem jut el erre, hogy ő meghalt, hogy vége lett annak az életnek, addig azt az életet próbálja valahogy kijavítani, reformálni a vallásával. Mindenféle jó cselekedettel, jó szándékkal, igyekezettel. És ugye van, aki így fogalmaz, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hát Jézus betöltötte a törvényt, nekünk is be kell a törvényt tölteni. Aztán esetleg kicsit jobban belegondolunk, hogy hát ez mégse lehet, ugye, vagy nem megy, akkor törekedni kell rá. És akkor így a végén valamivel megalkuszunk, de az a lényeg, hogy benne maradunk ebben az ó életünkbe, ugye amikor úgy hiszi az ember, hogy továbbra is rabja a testének, rabja a bűnnek, stb., de valamit mégis igyekszik, vagy jóra törekszik. Ez az, amit a Pál leír a Róma 7-ben, ebben az állapotban volt akkor ő, amikor a törvény alatt volt. De a Róma 8-ban ugye az állapot, amiben mindnyájan vagyunk, le mindenki, aki nem így gondolkozik, az is ebben az állapotban van, csak nem ismerte fel, hogy egyetlen egy új törvény igaz rá, ez az élet szellemének a törvénye, vagy a szabadság tökéletes törvénye. És lehet, hogy ez fél az ember, ugye ezt felismerni, és fél, mert azt hiszi, hogy elveszíti azokat a mankóit, amik voltak. De akkor is ez igaz rá, és enélkül nem tud boldogan élni. Egy picit olyan, ismeritek ez, amikor az elefántokat úgy trenírozzák az elején, hogy kikötik egy nagy oszlophoz, és akkor lánccal nem tudja elrántani, próbál elmenni, húzogatja minden, és nem tud elmenni. És amikor így megtanítják az elefántnak ezt, utána elég egy ilyen kis bármi azok hozzákötni, és nem megy el. Mert egyszerűen kialakult a fejében az, hogy ő rab, addig tud menni. Állítólag, ezt még régen olvastam egy könyvbe, bolhákat is meg lehet így tanítani, hogy benne egy edénybe, fölé teszel egy üveglapot, és akkor ugrálnak, mindig ott van az üveglap, és egy idő múlva elveszed az üveglapot, és csak addig ugranak föl. Tehát nem ugranak föl. Ez bolha is egy okos állat. Az ember ugyanígy van. A bűn megtanított bennünket arra, elváltoztatta az elménket, hogy megszoktuk, hogy így lehet, csak így lehet, így kell csinálni, úgy kell csinálni. De azért jött el Jézus, hogy megtanítson, hogy ti meghaltatok. És ez van a Szentlélektől, ez van Istentől, az a kijelentés, hogy meghaltatok, és el van rejtve az életünk Istenben. És amikor ő megjelenik, Krisztus, akkor vele együtt mi is megjelenünk. Amen. Na most nézzük, hogy mi ez a... hogy hogyan is van ez a szabadság tökéletes törvénye. Ugye ez a Jakab levélben van leírva, és a Jakab, az elején a Jakab levélnek, ugye itt a kísértésekről beszél a Jakab. És utána, amikor vége ennek a kísértéses résznek, akkor a 17. verstől azt mondja, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való. De amíg a Jakabról annyit, hogy ha ismétlem magamat, sorry, ugye a Jakab, amikor feltámadt Jézus, és megjelent 500-nak, megjelent Jakabnak is. Én úgy tudom, ezt most nem néztem meg, de én úgy tudom, hogy ezt a Jakabot, ez az a Jakab, aki Jézusnak volt a testvére. Jó, de ezt bevállalom, hogy hibázok, de én úgy tudom, hogy ő az volt. Ő is Jézust ilyen bolondnak tartotta még, amikor élt Jézus. De utána, amikor feltámadt Jézus, akkor neki külön megjelent Jakabnak. És valószínű, hogy akkor már ő megérthetett sok mindent, és mondanak sok mindent erről a Jakab levélről, szerintem az egyik legszebb dolog, ami a Jakab nagyon-nagyon mélyen megértette az Istennek a kegyelmét. Nagyon-nagyon mélyen. Annyira mélyen, hogy már azt lehet gondolni, hogy ez nem is a Bibliában való rész, amikor ott a második részben beszél a cselekedetekről, ugye még a Luther is ki akarta dobni, de ő valami fantasztikus dolgot látott meg. Azt, amiről most beszélünk, hogy mi is a szabadság tökéletes törvénye. Tehát azt mondja, hogy minden jó adomány felülről való. Itt ugyanaz a szó, amikor felülről való, ez ugyanaz a szó, mint a János evangéliumban azt mondja, hogy felülről születik. Tehát mi felülről valók vagyunk. Minden jó és tökéletes ajándék felülről való, ahogyan te is felülről való vagy. És azt mondja, mert utána azt mondja, tehát itt nem valami tárgyakról beszél, hogy jó ajándékok, persze az is,
De te is, mert utána azt mondja, hogy az ő akarata szült minket, az igazságnak az igéje által, vagy az ő igéjéből. Tehát lehet látni, ugye erről már másról is beszéltünk, hogy te Istennek az igéje szült téged. Istennek minden igéje tartalmazza azt, aki te vagy. Az Istennek a genetikai állományát, amiből te lettél. A 23-as versben van, ugye erről múltkor beszéltem, hogy aki tükörbe nézi az ő természet szerinti állapotát, ott a genezis szó van. Tehát az Istennek az igéje, az a te eredetedet jelenti ki. A te származásodat, a te origódat, a te forrásodat. Tehát azért beszélünk ennyit erről, mert most kezdtük megérteni, a Szentlélek most kezdte felfedni, hogy az ige nem mondatokról szól, hanem az ige rólad szól. Ugye azt mondtam már, hogy az Ószövetségben különböző proféciákban Isten szólt hozzánk, és a végén az ő fia által szólt hozzánk. Ez nem azt jelenti, hogy végre már nem egy papírokat olvasunk, nem egy könyvet olvasunk, hanem már megjött egy élő személy, és most ő neki a szavát hallgatjuk. Ezt is jelenti, de többet jelent annál. Nem azt jelenti, hogy Isten mindaz, amiről beszélt, az egy személyben megjelent, és egy személyben beteljesedett. Ezért például figyeljétek meg, ha ezt nem értjük meg, és visszamész az Ószövetséghez, és elkezded azt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Ezt tudom, hogy eretnekül hangzik, de ez így nem igaz ma. Mert amikor ő ezt profétálta, vagy mondta, akkor abban az állapotban volt az emberiség, hogy azon az alapon működött minden, hogy ő mit, hogy cselekszik. És hogyha most én ide visszamegyek, hú, hát nézzétek, ezt mondja, hogy közeledjetek. És az Istentől van, Isten mondta. Ez így van, csak ebben a pillanatban újra lepel borul az embernek a szívére, az, ami Krisztusban eltűnik. Mert amikor megértjük, hogy Krisztusban megjelent a tökéletesség, akkor már ezt nem így érted, ahogy annak idején azt érteni kellett, vagy lehet. Ezt tudom, hogy ezzel lehet vitatkozni, de azért vitatkozik ezzel az ember, mert lepel van a szívén. Mert hogyha megjelent a teljesség, akkor ez már nem azt jelenti. Oké? Hogyha ott azt mondjuk, hogy nézd meg, látod, hogy fehér és fekete? Igen, de ez nézd. Az, és rávetül a fény, ez egy vascső, és az adja, hogy de hát mondom, hogy fehér és fekete, és nyugodtan át lehet lépni, az egy vascső. Tehát ugyanilyen, amikor megjelent a lényeg, a szubstancia, a valóság, akkor már te már tudod, hogy amikor az árnyékot nézed, tudod, hogy mi a valóság. De hogyha valaki nem érti meg a valóságot, akkor visszamegy, és újra lepel borul rá, és már újra csak az árnyékokat kezdi látni, és belemegy ebbe, ami ott le volt írva. Jó, tehát amikor viszont az igét, ugye az ige, ez a mind, ami le van írva, ez egy személyé lett, és ez a személy, ahogy kezdtük már megérteni, ez a személy pedig téged mutat meg. Nagyon sok ige van rá, most csak a Jakab igét mondtuk. Tehát akkor látjuk jól az igét, akkor halljuk jól az igét, amikor ő téged jelent ki. Nincsen nagyobb témája a Bibliának, mint az, hogy te ki vagy. Jó, amikor tehát ez a 17-18-as. A 19-esben pedig azt mondja, hogy gyorsak legyünk a hallásra, és késedelmes a szólásra, és utána mondja, hogy ha az ember haragja, nem munkája. Meg utána még beszélsz, hogy a bűn, meg ilyenek. Tehát ez arra utal, hogy amikor az ember kezdi megérteni, hogy ő kicsoda, és ellenkezésbe kerül, tehát kísértésekbe kerülsz, akkor a hallásra legyél gyors. Tehát arra emlékezzél, hogy te ki is vagy, mint hogy inkább azt elfeledjed, és gyorsan kezdjél a kísértésnek a hatása alatt megszólalni. Például, ha te mondjuk ideges természetű voltál, és jön rád az a kísértés, hogy idegeskedjél, akkor ne felejtsed el azt, hogy ki is vagy igazából, és abból fakadjon a te beszéded vagy nem beszéded, mint hogy azonnal elfelejted azt, és visszamész ahhoz a régi természethez, amilyen voltál. Tehát amikor a kísértések vannak, az nagyon jó az embernek, akkor, hogyha ha megfelelő módon használja. Ezért mondja az elején Péter, vagy Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok azt. Mert akkor
mert az egy a kitartást szerez. Azért, mert a Jakabán megértette, hogy a kísértések nagyon jó eszközök arra, hogy megerősödjünk abban, akik igazából vagyunk. És ezt tudom, hogy mindenki el akar menekülni a kísértésekből, vagy a nehézségekből. Mégis múltkor is beszéltünk róla, meg látszik a Pálnál, meg szerintem mindenki megkapargatja az életét. Akkor, amikor nyomás alatt vagy, vagy nehéz helyzetben vagy, hogy ha jól állsz hozzá, olyan jó dolgok tudnak kijönni belőle valahogy. Persze nehéz, én megértem, mindenkinek nehéz, meg szeretné, ha nem lenne, de mégis valahol valami jó kerekedik ki belőle, akkor, hogyha jól kezeljük. Na most, van egy nagyon-nagyon fontos dolog itt az örömmel. A Zsoltár 16-11 azt mondja, hogy a te jelenlétedben, ezt már megkeresem pontosan, hogy van, Zsoltár 16-11 azt mondja, hogy igen, teljes öröm van, talán a jobbodon gyönyörűségek vannak. Ott úgy van, hogy a te jelenlétedben teljes az öröm. Lehet, hogy nem ez az ige, de valami ilyen ige is az, hogy a jelenlétedben teljes az öröm. A jelenlét az azt jelenti a héberben, hogy szemtől szemben van az a két fél egymással. És az, amikor az atyának a jelenlétében vagyunk, annak az az értelme, hogy amikor a te szemedben visszatükröződik az ő arca, vagy ő benne visszatükröződsz te, amiről ma beszélünk, akkor azt mondja, hogy teljes öröm van te nálad. Valahogy, nem tudom megmondani, hogy miért, de valahogy az öröm az össze van kötve azzal, hogy felismered azt, aki vagy igazából. És egyre jobban felismered. És ebben ugye, amikor a János is írta, bár más kontextusban, hogy azért írom, hogy a ti örömötök teljes legyen, ez valahogy összeköttetésben van azzal, amikor kezded érzékelni, vagy rájönni azt, hogy te ki vagy. Ezért, amikor kísértések vannak, vagy bármilyen nehézség, és te ima közben arra emlékezteted magadat, hogy te ki is vagy, meg milyen vagy, én azt tapasztalom, hogy mindig ilyen öröm van bennem. Tehát szinte nevetek. Komolyan. Pár mondat után ilyen boldogságérzést okoz az, amikor csak eszembe jut, hogy ki vagyok. Amikor ugye ezt elfelejti az ember, mert elfelejtetik a körülmények, akkor mondjuk szomorú vagy. De abban, hogy erre emlékezel, meg sem változik a körülményed, már örülsz. Tehát ez ami fantasztikus dolog, hogy nem a körülményeinknek a változásából nyerjük az erőt, hanem az Úr öröme, ami erősségünk. Tehát amikor őt azt kezdjük úgy látni, úgy gondolkozni, ahogy ő, akkor tudunk örülni. Ugye amikor az apa is azt mondta a nagyobbik fiának, hogy te mindenkor velem vagy, mindenem a tiéd, vigadnod és örülnöd kellene. Tehát amikor megszűnik bennünk ez az elválasztottság érzés, és teljesen tisztán érzékeljük, hogy egyre tisztábban azt, akik vagyunk Istennek a szemében, akkor egyszerűen van egy szüntelen örömünk, egy megelégedettségünk, és ez változtatja a környezetünket. Nem kell várnunk, hogy a környezetünk változzon, és majd akkor jól leszünk lelkileg. Nem attól leszünk jól soha lelkileg, hanem attól, hogy lelkileg jól vagyunk, vagy szellemileg az Úrral, vagy értjük ezeket a dolgokat, vagy világosak ezek a dolgok. Mert a forrásunk nem ebben a világban van, hanem minden forrásaink te benned vannak. És így tud ez a hétköznapi életben gyakorlati dologgá lenni, hogy nem változik meg. De amikor te így megváltozol, én emlékszem, az André mondta egyszer, hogyha nem tudom, hogy nem feltételhez kötötte, csak azt mondta, hogy ahol vagy, ott Isten ott van, és lehetőségek nyílnak meg. És láttam, hogy ha jól látunk, akkor egyszerűen Isten megjelenik. És Isten egyszer csak látod, hogy jól alakulnak a dolgok. De nem kell megrendelése történnie. Tehát nem egy ilyen dirib darab dolog ez. Ugye olyan, mint a nagyobbik fiú, otthon van a normális az apjával, akkor élvezik a közösséget. Csak ebbe gondolkoztam bele egy picit, vagy gondoltam bele, hogy amikor mi valamit meg akarunk kapni, vagy birtokolni akarunk, ez már jele annak, hogy el vagyunk választva Istentől. Vagy azt hisszük, hogy inkább, bocsánat, így mondom, azt hisszük, hogy el vagyunk tőle választva. Na gondolj bele, az én gyerekem nem remeg azért, hogy írjam a nevére, amin van. Nincsen semmi, vagy amit rá tudnék írni a nevére. De minden az enyém. Úgy, így van, pontosan. Tehát, érted? Nincs ilyen benne. Azért, mert egyszerűen tudja, hogy az én fiam, és ezért eszébe se jut, hogy ami az enyém, az nem az övé.
Tehát valahogy, amikor mi ezt a fiúságot érezzük, vagy gondoljuk, vagy látjuk, akkor természetesen tudod, hogy minden a tiéd. Nem kell megszerezned, megkapnod, kiérdemelned, mikor adod, izé adod, stb. Hanem az a tiéd. Tudod, hogy a tiéd. Ez egy nagyobb világosság, vagy nagyobb dolog, mint hogy megkapni. Lehet csereberélni az Úrral. Biztos vagyok benne, mert ő szeret bennünket, és sokszor belement ilyenekbe. Mert így hittünk, így gondolkoztunk. De egyszerűen, amikor felismerjük azt, hogy minden a miénk, akkor rájössz arra, hogy ha nincs is a nevedre írva, akkor az akkor is a tiéd az a dolog. Minden, minden ország a tiéd, minden a tiéd. Ez nem azt jelenti, hogy akkor így vedd el, meg stb. De érted, hanem egyszerűen egy olyan biztonságot, mert apukádé minden, a föld, meg minden, ami rajta van, az övé, ha az övé, akkor ugyanúgy az enyém is. Amen. Jó, tehát amikor az a 19-es volt, és akkor, igen, a 22-es, figyeljetek, utána ugye azt mondja, hogy az igének a megtartói legyetek, ne csak a hallgatói, megcsalván magatokat. Itt még nem beszél a 22-esbe arról, hogy mit jelent hallani az igét, megyünk oda, hanem azt mondja, hogy megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Tehát egy érdekes dolgot mond, hogy magadat csalod meg akkor, önmagadnak teszel ellent, önmagadnak mondasz ellent, amikor nem cselekszed az igét. Tehát már ebből is lehet látni, hogy az igének a cselekvése az több annál, mint hogy valami parancsszavaknak a mechanikus megteljesítése. Hanem ha valaki nem cselekszi az igét, akkor önmagát csalja meg. Mert te elválaszthatatlan vagy az igétől és az igének a cselekvésétől, aki te igazából vagy. És nézzük, hogy ez hogyan van. Ugye utána jön az, amit már nagyon sokszor vettünk, most csak átmegyünk rajta, hogy aki az igének azt mondja, hogy ha valaki hallgatója az igének, most elég lassan beszélek, ugye? Hogy hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen olyan, mint aki nézi magát a tükörben. Tehát magyarul ahhoz hasonlítja maga az ige azt az embert, aki hallgatja az igét, mint aki belenéz a tükörbe és megnézi az ő eredetét. A természet szerinti ábrázata az az, hogy megnézi önmagát, meglátja benne önmagát. Tehát magyarul, hogyha a Bibliával, Istennel, bármivel foglalkozunk, és az nem kezd veled kapcsolatosan megmutatni dolgokat, azzal, hogy te ki vagy, akkor nem is hallod az igét igazából. Lehet, hogy ilyen törvényt hallasz, parancsolatot hallasz, stb. De az ige az téged hordoz, és téged jelent ki. Erre írt egy drága testvérünk, hogy az ige, hogy ez így nem így van, mert az ige az Krisztus központú, és stb. Minden Krisztushoz szól, ez így van. Ebben teljesen egyetértünk vele, viszont utána annyival megyünk tovább, hogy Krisztus viszont kiről szól. Egyszerűen az ige azt mutatja, hogyha jól értjük Krisztust, akkor ő kijelent téged. Egyébként más szavakkal a szabadság tökéletes törvény, ez azt jelenti a János 8 alapján, hogy megismeritek a fiút, és szabadokká lesztek. Ez ugyanaz, hogy amikor a tükörben nézed, és meglátod a te igazi állapotodat, akkor szabaddá leszel. Az a személy, aki te igazából vagy, az a személy semmi problémája nincs Istennek azzal a személlyel, azzal, amit az a személy akar, bármi, amit az a személy tesz. Tehát tulajdonképpen a szabadság az egy olyan állapot, hogy bármit megtehetsz, akármit megtehetsz, és az nem bántja Istent. De az, aki most ezt úgy érti, hogy én azt mondtam, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, az nem bántja Istent, az nem értette meg az, hogy miről beszélek, és az, hogy mit jelent az, hogy mit látsz az igében, hogy ki az az ember, akit az ige megmutat. Az az ember, akit az ige megmutat, az az ember ugyanolyan, mint Krisztus. Azt mondja, ugye, amit az imádkoztunk is, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére jutunk el. Az a személy, aki te igazából Isten szemében vagy, az ugyanolyan, mint Krisztus. Ki az, aki azt gondolja, hogy Krisztus az bűnt akar elkövetni? Vagy amit Krisztus gondol, vagy akar, vagy tett? Bármi, amikor leült fáradtan a kút mellé, vajon Isten akarata volt? Eszedbe se jut ilyen.
Pedig Isten akarata volt. De nem úgy élte az életét, hogy na most lefekszem délután, de vajon az Úr akarja-e? Lefeküdt délután, mert fáradt volt. Mi ugye, amiatt, hogy nem ismertük meg rendesen Istent, sok ilyen mechanikus izéket csináltunk, hogy Istent követni az olyan, mint egy vonalon járni, és most félreléptél a vonalon, akkor hú, most itt már a kardok zuhannak le, ami az Isten haragja, meg ha csak azon a vonalon mész, akkor ott mosolyog rád, oldalra lész, ott meg dörög a villám, meg esik a jégeső, minden. Ez hülyeség. Ez azért van így, mert Istent nem ismertük meg, és ilyen mechanikus valamit gondoltuk róla. De az a személy, akivé tett bennünket Isten, akivé helyreállított, az teljesen olyan, mint Jézus Krisztus. Mert az embernek a teljességeben jelenik meg Krisztus. Tehát Krisztusnak a teljességével ékeskedőkor az a normális emberi élet. Amikor ott volt Jézus, ugye a Pilátus azt mondta, hogy ímé az ember. Tehát minden más, ami nem olyan, mint Krisztus, az nem méltó igazából az emberhez. És az nem az, hogy ó, igyekezünk, majd elérjük, meg sose érjük el, és ezzel fejezzük ki az alázatunkat. Ez így van, mivel sosem értük volna el, ezért Isten elvégzett velünk, meghaltunk, és újra teremtett bennünket. De ezt az újra teremtett voltunkat jelenti ki a Szentlélek, úgyhogy ahogy halljuk ezeket az igéket, a szívünkbe kezd felderengeni magunkkal kapcsolatosan egy sokkal csodálatosabb, fantasztikus valaki. És ahogy ezt kezdjük meglátni, automatikusan kezdünk helyesen cselekedni. Visszatérve ide. Tehát a tükörben nézi, és utána elmegy és elfelejti azt, hogy milyen ember volt. Ez az, amit az elején mondtam, amire állandóan vissza kell mennünk, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy mi milyen emberek voltunk. A 2 Péter 1.8.9-ben, ugye ez az a rész, ahol a Péter nagyon sok, erről egyszer beszéltem, emlékszem, nagyon tetszett nekem, itt van, hogy sok mindent, ugye, hogy atyafiakhoz való hajlandóságot tegyetek a hitetekhez, meg ezt csináltok, azt csináltok, sok minden van, hogy mit kell csinálni. És utána a 8-asban azt mondja, mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem lesztek restek, sem gyümölcstelenek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére. Mert akikben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezzen a régi bűneiből való megtisztulásról. Ez az ige ugyanazt mondja, mint az előbb a Jakab. Hogy mindazok, amiket itt felsorol a Péter, hogy ezt teszed, azt teszed, amazt teszed, azt mondja, akikben nincsenek ezek meg, az megvakult, rövidlátó lett, elfeledkezik a régi bűneiből a megtisztulásról. Magyarul, amikor elfeledkezel arról, hogy Krisztus téged megtisztított, ártatlanná tett, akkor újra megvakulsz arra az állapotra, hogy csak az érzékszerveidből gyűjtött információk vannak, és akkor ezek a cselekedetek már nem lesznek meg benned. Kicsit visszamegyünk, ha tudtok követni. Ugye a Jakabnál azt mondja, hogy viszont aki megmarad amellett, most kicsit ugrok, milyen visszamegyünk oda, hogy az cselekedetnek a követője lesz. Ez ugyanaz, amit az előbb mondtam. Tehát amikor látunk, akkor a cselekedet egy örömteli, spontán, inspiratív dolog lesz. Így mondja itt az ige. Látod magadat, és akkor cselekedet követője lévén, ott a poétetes szó van, az azt jelenti, hogy amikor az ember látja azt, és ezzel van a feje lekötve, amikor azt mondja, hogy megmarad amellett, ez a görögben, vagy nem az, hogy parakaptó, ez azt jelenti, hogy belenéz, hogy nézi, ez ilyesmit is jelent, hogy ilyen mikroszkópos alapossággal tanulmányozza. Tehát higgyétek el, én is ezt csinálom. Nekem a legkedvensebb elfoglaltságom az, hogy állandóan azzal foglalkozok, hogy Isten mit is gondol rólam. Vagy én ki vagyok az Úrban. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen, mint egy izgalmas bányászat. Valamikor izzadságos, mert úgy tűnik, hogy csak kapargatsz a homokba, és nincs ott semmi, de mégis olyan sokkal fizet ez az egész. Ugye, amiről beszéltünk, a kísértések, nehézségek közepette is, mindig, amikor emlékezteted magadat erre, és amikor eltűnik az a valami nehézség, akkor ott van valami csodálatos kijelentés, ami ugye az alateia, azaz allantano, tehát a lefedetlenül ott van az a dolog, ami ott volt addig is, csak nem láttad meg. Jó? Tehát
tehát igen, hogy pontosan vizsgálja, vagy nézi, ez jelenti, hogy belenéz, és utána megmarad a parameno, az pedig azt jelenti, hogy a hatása alatt marad, és szenvedélyévé válik. Szinte, most ettől megint ezenek falnak lehet menni, szinte megigéződik. Tehát az, amit belenézel a szabadság tökéletes törvényébe, és meglátod magadat, a rabjává válsz, a szenvedélyetté válik az, hogy látod ezt a valakit, aki még Isten kijelentett. És amikor ezt látod, az inspirál téged. Ez az, ami ott a Péter, 2 Péter 1-ben, amit mondtunk az előbb, hogy azt mondja, hogy nem vak már, és akkor nem feledkezik el a régi életéből a megtisztulásról, és mindazok a dolgok, atyafiakhoz való szeretet, kedvesség, hűség, minden, ami oda le van írva, azok megjelennek az emberben. De úgy, mint egy örömteli dolog, nem úgy, mint egy kényszer, mint egy kötelesség. Tehát amikor bármilyen cselekedetnél te úgy érzed, hogy egy ilyen erőfeszítés, egy ilyen gyötrelem az egész, annak az az ok, hogy nem lát az ember. És olyankor egyszerűen csak imádkozni kell, hogy Uram, nyisd meg a szemeimet, hogy lássam, és akkor egy örömteli dologgá válik. És ez egyik. A másik pedig az, hogy nincsen, nem tudsz jobban az Úrtól vezettetve lenni, mint ilyen módon. Különben hogyan teszel különbséget, hogy mi van az Úrtól, mi nincs az Úrtól? Ilyen sokszor ugye az, hogy beszélni az Úrról valakinek, hát ez miért ne az Úrtól lenne? De hányszor voltunk úgy, hogy egyszerűen egy kényszer alatt tettél bizonyságot? Mi tudom, hogy voltunk így. Egyszerűen, és akkor valaki rád nézett, azt mondta, hogy hát ha így néz ki egy hívő, akkor köszönöm szépen, ettől menekülök. Mert én nem akarok így lenni. Én élvezni akarom az életet, boldog akarok lenni. És hogyha mi élvezzük az életet, de az élet az Krisztus. De Krisztust úgy tudjuk élvezni, nem az, hogy élvezem a dicsőítést, meg élvezem az úrvacsorát, meg élvezem ezeket, hanem élvezed Krisztust, az azt jelenti, hogy látod őt, látod azt, amit ő tett, és ez jelenti azt a megelégedettséget. Akkor formálódik ki benned Krisztus, ugye, amiről beszéltünk, hogy ő a te életed, és akkor ez megjelenik rajtad. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Ha beszélsz, ha nem beszélsz, látják, hogy élet van benned. A másikban meg nincsen. Hiába megy akárhány partira, nincs benne élet. Te meg nem mész partira, hanem lórumozol otthon, mondjuk, és mégis élet van benned, vagy mit tudom én, akármit csinálsz, de élet van benned. És ez az, amit nem lehet, nem tudom, nem tevékenységek szülik, hanem a látás szüli. Tehát az, hogy látjuk, és abból fakad, abból tapasztaljuk. És akkor kezdünk így cselekedni. És ekkor van az, hogy ebben boldog vagy. Na most ezt azt gondolom, hogy nincs a világon olyan pásztor vagy vezető, aki ki tudná osztani jobban az embereknek a cselekedeteket, hogy kinek mit kell csinálni, mint ez a dolog, hogyha most nem dolog, hanem maga az Úr, hogy téged inspirál, és meglátod, és teszed, és boldog leszel abban. Ezért gondolom azt, amit az elején is mondtam, hogy az igazi, az Istennek a gyülekezete az így épül fel. És csak szeretnék mondani nektek egy ilyen profétikus valamit, a Mikeás 2.12-ben levő ige, az én véleményem szerint most teljesedik be egy bizonyos módon, ahogy a Pajó értelmezi, persze, ez biztos ki van csavarva. Na, tehát a Mikeás 2.12-13, mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákob. Összetakarítom Izrael maradékát, összegyűjtöm őket, mint a bozrai juhokat, mint a nyájat az ő karámja közé, hemzsegnek majd az embersokaság miatt, előttük megy fel az úttörő, kitörnek és átmennek a kapun, és kivonulnak, és előttük megy a királyuk, és élükön az Úr. Ámen. Ezt nagyon-nagyon hosszú-hosszú évekkel ezelőtt mutatta az Úr, és tőlem függetlenül az Anitának is, igaz? Teljesen nem beszéltünk össze, ő nem is tudott erről, csak, és tudom azt, hogy ebben az igében, azt mindig is beszéltünk róla, hogy valami, ha valamit tudok magamról mondani, akkor azt gondolom, hogy valami ilyesmire születtem. És én azt gondolom, hogy ez most történik. Hogy Isten nem egy rendszer üzenettel szólítja meg az embereket, hanem a legősibb, a legmélyebb dologgal az, hogy ők kicsodák igazából. És ez nem mint egy önismereti tréning,